Pestri Kések emléknapját és a Főszékes Egyház megújulását ünnepelték vasárnap a Kalocsai Nagyboldogasszony Főszékes Egyházban. Az eseményen részt vettek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, Alberto Botari de Costello érsek, valamint állami méltóságok, köztük Áder János köztársasági elnök, Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Latorcai Csaba társadalmi és örökség védelmi ügyekért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár. Továbbá az egyházmegye közösségeinek képviselői, köztük a katolikus oktatási intézmények vezetői is jelen voltak, mely által mondhatni, Asztrik emléknapja az egész egyházmegye ünnepévé vált. A Szentmise fő celebránsa Erdő Péter bíboros volt, aki a templom megújításának ünnepén kiemelte a feltárások és a régészeti munkák elvégzésének fontosságát, hiszen, mint ahogy beszédében is elhangzott, így lesz egyre gazdagabb azok emlékezete, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a keresztény hit elterjedjen és megmaradjon hazánk földjén. A szent beszédet Várszegi Asztrik főapát püspök mondta, aki a tegyetek tanítványommá minden népet Jézusi parancs alapján három kezdet közt vont párhuzamot. Így a magyarság kezdetében kievelve azt, mikor első királyunk megtapasztalta Isten áradó jóságát, és ezt népének is át kívánta adni. Hozzátéve, a mi magyarságunk már más, mint az 1000 évvel ezelőtti, de ma is felelősséggel tartozunk Isten és a küldetésünk iránt. Bár a meghívást elfogadta, egyéb elfoglaltságai miatt Orbán Viktor miniszterelnök mégsem tudott részt venni a Szentmisén, így annak végén Soltész Miklós államtitkár tolmácsolta a miniszterelnök szavait, aki üzenetében méltatta az Asztrik év értékmegőrző, példaadó és gondolkodás formáló jelentőségét.